üdvözlet mindenkinek, szevasztok! Csácsumi, hello! Na mizu, mizu, hello! Csörög most a telló, na jön most a fizu! Na mizu, mizu, mizu! Elmúlt már minden, elmondtam hiddel, elmúlt már minden a hittel, hittel, hiddel. Na! Az előző videót lekapcsoltam nagyon gyorsan. Az meg azért volt, mert elcsapódott az ajtó, és azt hittem, hogy valami van. Vagy valami itt szaladgál, vagy valami. Aztán nem. Na mindegy, ez nem lesz olyan hosszú videó, mint az előző. Vagy hosszú lesz, nem tudom. Jó, ott elkezdtem arról beszélni, hogy el kell fogadni mindenkit, ugye? A tiszteletet mindenkinek meg kell adni, akármilyen. Szeretni és elfogadni mindenkit el lehet. Kritizálni, meg ne nagyon kritizáljon mindenki mindenkit. Mert mindenkinek van hibája, mindenkinek van a problémája. Nem? Na, amúgy ott tartottam, hogy itt vagyok a faházban. Most egy kis fát pakoltam. Az előző videóban is látszik. De ezt most oda viszem az ajtóhoz, úgyhogy pillanat! Na. Jaj, gyerekek, olyan elsős idő van, nem tudom miért. Itt össze kellett volna egy kicsit söprögetni, mert most nincs itt az a rossz söprű. Szokott van egy kicsit söprögetni, hogy ne legyen ilyen összevisszaság. De csak azért van összevisszaság, mert hát itt pakolgatom a fát, mert mi, ahogy találok egy-két dolgot, akkor azokat eldobálom oda a kosárba, ezeket a fakérgeket, ugye. Fafélgeket, ugye? Fafélek? Fafélek, fafélek belőle, és kérek. Na, ha szeretnél szerepelni, mármint a YouTube-on, és szeretnéd, hogy egy adott autótyúnos felvételedet feltöltsem akár az én saját csatornámra, akkor küldd el nekem Instagramon, vagy majd megbeszéljük a többi lényegességet, hogy hol tudod nekem elküldeni. Ha tényleg szeretnél, és én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ki milyen dalt tud készíteni, milyen szöveget ír. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretne jelentkezni, mármint hogy szeretné megmutatni azt, hogy ő milyen szöveget tud írni, és milyen érzései vannak, akkor legyen kedves és jelentkezzen. Instagramon írjon rám, hogy ő szeretné elküldeni nekem az autótyúnos felvételét, hallgasson meg, mondjak róla egy véleményt. Hogyha nagyon szeretnétek, akkor csinálok róla videót, ahogy meghallgatom ezeket a felvételeket. Mondjuk a gép előtt ülök úgyis, és akkor ott meghallgatom, és elmondom a véleményemet, és pontozom. Mondjuk 10 pont. A 10 pont az a legjobb. És az már megéri, hogy mondjuk felrakd a YouTube-ra, vagy ha szeretnéd, akkor én feltöltöm a saját csatornám, de szigorúan csak is úgy töltöm fel, ha nincs benne zene. Tehát csak saját hanggal autótyún felvétel. Nem zenére, mert én kíváncsi vagyok arra, hogy zene nélkül hogy tudod előadni a szövegedet. Az se baj, abban benne egy-két baki, de a lényeg, hogy arra figyelj, hogy jól meg tud csinálni. Jelentkezz. Na. Jaj, gyerekek, milyen jó idő van. Mi? Micsoda idő van. Ezzel az én időmben, még a 80-90-es években. Nem is voltam még akkor a világomban az meg. Ja. Hát így el vagyok most. Zenéket hallgatok amúgy. Kálló meg Duplakát hallgattam, meg Russzó Tibit hallgattam. Az a srác isteni tehetséges, olyan gyönyörű hangja van, hogy hihetetlen. És kár, hogy nem néztem a tévét, meg kár, hogy nem néztem meg az ő produkcióját a tévében, de a neten ugye feltöltötték és hallottam, és annyira hihetetlen tehetséges ez a srác. Nagyon remélem, hogy ő nyeri meg. Nagyon tehetséges vagy, Tibi. Én azt gondolom, hogy az igazán tiszta hang és az igazán tehetséges emberek megérdemlik azt, hogy esélyt kapjanak. A legnagyobb esélyt. Azért nézzük meg egy Russzó Tibit. Fantasztikus. Emmanuel, ő egy rapper srác, őt már felkapták, ő már fel van karolva, tehát ő már azért sikeres, mondjuk az, de azért egy Russzó Tibi és Emmanuel összehasonlítása lehetetlen. Egy kétfelé oszlik a tábora, mind a kettőjüknek. Russzó Tibi magasan kiemelkedve,
sokkal ne tehetségesebb, mint Emmanuel, de miért? Mert teljesen más műfaj. Emmanuel a rapben, mondjuk azt a rapben tehetséges, de azt sem mondom, hogy a rapben tehetséges, mert annyira nem tud rappelni. Csak ugye van egy Bay Alex, aki nagyon szívesen felkarolja ezeket az úgymondott fiatal tehetségeket, és csak addig tart az ő sikerük, ameddig a műsor tart, és ameddig még bent vannak a műsorban. Itt volt, ott volt a USNK. Na mindegy, ezt már elmondtam a véleményemet ezzel kapcsolatban. De sok sikert kívánok Emmanuelnek. Russo TV, fantasztikus vagy. Kívánok neked minden jót, és juss tovább, és nyerd meg, mert szeretném hallani a dalaidat. És remélem, hogy nem tűnsz el, és remélem, hogy sokat hallunk rólad. Talán a legtöbbet. Mondjuk az eddigi nyertesek eltűntek, mint szürke szamára ködben, de ez van. Az X-Faktoron mi a véleményem, egy kalapsz szar a műsor. De tehetségek vannak, akik tényleg tudnak énekelni. A tavalyban is rengeteg kurva jó hangos, hangú embereket küldtek el. Baszódjon meg az, aki elküldte őket, bazd meg. Na! Na hát most mind gondolkodjak, nem tudom. Mind gondolkodjak, mindenem. Na jó, az előbb amúgy azt terveztem, hogy elviszem a fát. Ne, meg majd egy gyújtani. Hát a mai napon nem tudom, mert most nem nagyon akartam videózgatni, meg úgy most nincs is hozzá kedve, meg nincs miről beszélni, de van mindig téma. Vannak ilyen sorozatok, meg egyebek, amiket úgy nem az, hogy nézek, de bele-bele nézegetek, de én legjobban inkább az éjjel-nappal Budapestet szeretem. Azt hiszem 2012-ben vagy 2013-ban kezdődött az éjjel-nappal Budapest. Ha nem így van, akkor valaki írja meg nekem Instagramon, jó? A leírásban megtalálod az Instagram oldalaimat. Mert kettő van. Meg a kutyuskának is van a Debidox. Na mindegy, mindent megtalálsz a leírásban. Az ilyen nappal Budapestet nézem. Nem tudom, hogy az elejétől kezdve, de valamikor egyszer emlékszem rá, nagyon régen, jó pár évvel ezelőtt. Először láttam a sorozatban pár képkockát, és nem tetszett, úristen mondom, hát ez milyen műsor, meg hogy izé-hozé. És aztán valahogy mégis elkezdtem nézni. Valahogy mégis eljutottam oda, hogy azt akarom nézni. És már évek óta nézem, mert előtte sok éven keresztül én csak a jóban, rosszban néztem, ameddig nem került át a TV2-ről a Super TV2-re. És jobban jártam volna, hogyha azt a csomagot veszem meg, amiben a Super TV 2 van, mert akkor még a mai napig nézhetném a jóban rosszban. De akkor nem tudnám, hogy mi van az éjjel-nappal Budapestben. És valahogy az éjjel-nappal Budapest leváltotta a jóban rosszban iránti rajongásomat, és most már rajongok az éjjel-nappal Budapestért, és ha nem látok egy-két részt, akkor szomorú vagyok, és rossz kedvem van. De ez milyen, nem? Hogy rossz kedvem van, azért nem látsz valamit. Megszoktad, hogy azt nézed, és nézni akarod, mert kíváncsi vagy rá, mert érdekesnek tartom, ami benne van. Mostanában ilyen érdekességek vannak benne, meg kicsit bugyutaságok, de... Ja, ez ennyi. Vagy egy Bobby! Gyere, gyettál már, Na, hát ja. Nem tudom miért. Aztán ugye van a Guzej sorozat, török sorozat, abban, aki játszotta a Guzejt, Tatilú, nem tudom milyen Tatilú, valami ilyesmi, olyan furcsa neve van, nem tudom kimondani. Ő neki volt egy filmje, rengeteg filmben szerepel, de volt egy film, amiben játszott, ő volt a főszereplője, és nagyon szerettem. És nem tudom, azt a színészt, de nagyon csípem. Tehát aki a Guzejt játszotta a Guzej Güneiben. A Guzej. És mindig úgy, amikor elkezdődött a filmje, már nem is tudom, mi volt a címe, mindig azt mondtam, hogy ott a Guzej. Tehát Guzejként ismertem meg, és Guzejként neveztem mindig, hogy ott van Guzej, na végre jön a Guzej film. Annak is vége van már, nagyon szerettem azt a filmet nézni. Megbírom a habitusát, tehát ez a török habitus, ez a hirtelen haragban van, és akkor rendet tesz. Aztán meg volt egy, ahol rendőrt játszott. Na, az jó volt. A rendőrös, amikor rendőrt játszott a Tatilú, vagy mit tudom én milyen, nem tudom mi a neve, csávónak. Török, érted? Török, paprika orrot török. Az orrod alá borsod török. Ja, és nem tudom, tehát nagyon tetszett az a film. Ő ilyen rendőrt játszott, és ilyen makacs volt mindig, tehát nem nagyon hallgatott senkire. Ment a saját feje után, kereste az ellenségét, aki a családját elvette egyébként.
És a film az a zseniális volt. Az a habitus, amit a filmben játszott, az iszonyú jó. Tehát vannak, akik tényleg arra születnek, hogy színészek legyenek, és tényleg ezt csinálják, vannak, akik nem annak születnek, hogy színészek legyenek, de végig is próbálkoznak vele, és ez szart se élnek. A magyarországi színészeket nem akarom degradálni, meg nem akarom őket sehogy se nevezni. Én azt gondolom, hogy a maguk módján színészek, de nem olyanok, mint egy külföldi, vagy akármilyen jellegű színész. Egy Bud Spencer, vagy egy Terence Hill színész volt. Bud Spencer egy karakter. Ez a török csávó színész. Tehát itt volt, hogy miért nevezik színésznek a színészt, igazából inkább karakternek mondanám. Nem karakter, lehet, hogy nem karakter, nem tudom, mindegy, nem is akarok alkotni a magyar színészekről semmit, mert vannak kedvenc magyar színészeim. Elég sok. És van egy, aki nagyon jó színész, az pedig a Vucsi Zoltán, aki a kedvencem. De őt színésznek soroljuk be, vagy csak egyszerű karakternek. Ez döntsd el te, hogy te minek sorolnád be őt. Na, megnézem, hogy hány perce megy a történet, mert azért arra kíváncsi vagyok. Az igen, már 12 perce megy a videó. Na jól van, igazából ennyit tudnék elmondani röpken. Pár percben. Na jól van, sziasztok, vigyázzatok magatokra, aztán majd jön a következő videóval. És amit elmondtam a videó elején, azt légy szíves, hogyha szeretnél jelentkezni, akkor küldj el nekem. Csak szigorúan autógyomos felvételt, amiben nincs zene, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen szövegeket írtok. Mindent a leírásban megtalálsz. Ölelés, szeretés, és csak a béke, és csak a szeretet, és csak az elfogadás legyen veletek. Sziasztok! Noppá, micsoda csukám van, mi?